Na hát a hetedik epizódra eljutottunk oda, hogy nincs itt az autó. Na? Autó nincs, elvitte a ponzor. Nem, igazából az történt, hogy ugye eddig, mivel hogy sok szerszámot igényel egy ilyen dolog, ezért az egyik nagyon jó barátom jó indulatára voltam bízva, aki kölcsönzött nekünk szerszámokat addig. Utólag is köszi, Tomikám. Viszont most, hogy elkezdtünk haladni, egyre többen látják meg az alagút végén a fényt, elhiszik, hogy ebből lesz valami, úgyhogy lett hivatalosan is profi szerszámponzor, ők azok, hozták minden földi út, majd ezt még ők nem tudják, úgyhogy innen is üzenem Petinek, hogy Petikém, de ha valami törik vagy szakad, bizony az is meg lesz mondva ebben a műsorban, úgyhogy remélem, hogy jó cuccokat hoztatok. Na, az autó még azért nincs itt, Bence, mert az autó kigurult innen a saját kerekein, hoppá, hoppá, hoppá. Hiszen amíg Pista bácsi a gyerekeket kergette a tengerparton, kedves nejével, addig nagyon jó cimborám Péter, aki nem szeret szerepelni ebbe a izébe, szerintem szégyeli magát. Nem, az a valóságban az történt, hogy a Peti tulajdonképpen végigment ezen az egész listán. Igazából ezt is ki lehet innen húzni. Peti végigment ezen az egész listán, és dolgozott az autón. Mindjárt meg is mutatjuk, hogy mennyit. Csak ugye még nincsen kész, a rendezvényig van, hát bő egy hetünk, és még azért bele kell rakni a crazy féket, de már megvannak a csövek, mert leperemeztette őket, meg egy kicsit még vágunk a hátuljában, mindent elmondunk. A lényeg az, hogy az autó odakint áll, gurul, röffen. Most csak azért van jobb egy hangja, mert le van róla véve a kipufogó, úgyhogy igazából a katalizátortól hátrafelé nincsen semmi, de ezzel a hanggal mi már elégedettek vagyunk, igaz Péter? Tökéletesen elégedettek vagyunk, hogyha valami ilyesmire lehet számítani. Úgyhogy most felállunk oda a rámpára, mert be kell húzni a hidrós kézinek a vezetéket, illetve a csövét, a fékcsövet, amit Péter szépen le is peremezett. És aztán majd elmondom, hogy mi fog történni utána. Bemelegítettük már a motort az előbb, csak le kellett állítani, mert nagyon hangos. Úgyhogy most felállunk oda, jó a rámpára, Peti? Oké? Kérek szépen, ment van az ülés, ezen még egy picit billentünk. Olajnyomás lámpa. Ezt megtartjuk. Igazából azt csörök, hogy a motortér burkolatnak csak az egyik fele van fent, de nem tartja a másik. Nézd, milyen szép sajtó behúzóim vannak. Nézd. Hát ez mondjuk kiakad, de ez pont az enyém, úgyhogy ezt leszarom. Biztonsági öv, ez nem fog elszakadni. Jó, te fiú! Ennyire rövid az egyes, vagy ilyen kicsi a kerék? Is. De nem baj, nem baj, a rövid egyest azt szeretjük, mert utána jön a 2-3, azt meg még jobban szeretjük. Na, alatta van a futómű, Péter alászögelte, és hát kemény, mint a Tarzán sárka, most már nem mást mondtam, hanem azt mondom, kemény, mint a de... Jó lesz. Egyedül a hátsó rugókról kell még egy kicsit, rugókból kell még egy kicsit vágnunk, mert hát jelenleg a mai piacon felelhető összes SUV-ot verjük szabadhás magasságban ezzel. Viszont nagyon jó teszi. Nagyon jó teszi a seggét. Könnyű utána menni ezzel a csigás kormányművel is.
És hát, hogy azért van jobb ágy hangja, mert ugye innentől. Hát nagyjából itt ér véget a kipufogónk, amivel nekem az ég egyette világon semmi bajom nincs. De ugye ezt a katalizátort, tényleg aki jelentkezett, hogy megvenné, az írjon, mert elfelejtettem, hogy ki az, az övé. Innentől kell, itt majd jön egy ilyen nyisz. És innentől kezdve hátulra végigjövünk ide egy csővel, ide felakasztjuk a, szerintem a gyári dobot, mert az úgy szép, ha gyári. Nem? Nem? Miért nem? Fogja? Szerinted fogja? De hát nem lesz a közepese ott. Hát akkor már csinálunk csövet. Na én nem mondjak, én a szájpályban is benne lennék, csak nem tudod hol elhozni. Igaz? Na mindegy, szóval itt lesz már, megcsinálok egy hibufogót, most behúzzuk a kézifék, végre égett gumi szag van, és az én autóm csinálta. Ú, Peti, nagyon nagy zseni vagy. Na, most behúzzuk a kéziféket, utána megvágjuk a rugót, megnézzük, hogy hogy áll, valószínűleg már jó lesz. És aztán a... Mi van még, Peti? Mi van még? Olajnyomás. Berakjuk a olajnyomás gombát, azt még be kell kötni, és utána széthúzzuk a díszléceket, levesszük a lökhárítókat, és tüsszentés. Tüsszentés után meg teszt. Még az olajat el kell hoznom. Meg az olajat, meg a szűrőket el kell hoznom, mert most meg az van benne, ami benne volt, ami amúgy tök szép, meg tök jó. Csak azért mégis 10-60-as olajat fogunk használni, mert az nem szakad meg, hogyha nagyon megmelegszik az olajfilm. De mindegy, mert erről a tribológusunk majd beszél, hogyha lesz egyszer olyan. Szóval ez volt a csapatos Merci 7. epizódja. Gyerekek, gurul a verda. Én már így mennék, gond nélkül. Kicsit még pronyon néz ki, de már lesz ez jó is, narancsárga. Na, jövő héten találkozunk, csoki nektek. Mi megyünk Romániába Bencével megint.